Boldog napot, szeretettel köszöntünk benneteket Liszkay Judittal. Szia Jutus! Szia Gyuri, sziasztok! 2024 nyarához érkezünk, júniusát kezdjük hamarosan, és ennek megfelelően a nyugati asztrológia szemszögéből fogjuk megvizsgálni az előttünk álló hónapot. Egyetlen egy mondatban összefoglalva, szofisztikáltan, hogyan jellemeznéd ezt az időszakot? Érdekes lesz. Ez általában pejoratív. Jó, fejtsd ki, légy szíves, bővebben. Igen, most egyébként úgy csináltam meg az előrejelzést is, hogy nem bontottam le napokra, hanem meg hogy pontosan mi, micsoda, hanem inkább egy ilyen átfogó dolgot gondoltam ki, hogy lehet utána egy picit érthetőbb így, most ezt találtam ki. Úgyhogy annyit bontottam le csak összesen, hogy mi, mikor megy át hova, és akkor azok után pedig inkább így 3 szakaszra fogom bontani a hónapot. Nagyjából a június hónap első hete, amikor még pisz van és nyugalom, és akkor a június 6-7-től olyan, tudom, 21-ig körülbelül, ami egy picit rázosabb, és akkor a vége megint nagyon szép lesz. És hát a közepe egy picit kevésbé, de hogy így gondoltam, hogy lebontom, és akkor megnézzük a feladatokat. Okay. Alapvetően ugye a nap az ikrekben indul, és június 21-én megy a rákba, tehát gyakorlatilag a napenergia az nagyobb részt az ikrekben fog kedvezni a kommunikációnak, stb. De erre majd kitérünk. A Merkur az a bikában kezdődik, és június 3-án megy át az ikrekbe, ennek is örülünk igazából, mert a kommunikáció az ikrek jegyében az jó szokott lenni, azt szeretjük. A Vénusz az ikrekben kezdődik, és június közepén, 17-én megy át a rákba majd, tehát itt már megint jön a hónap második fele, vége felé, ugye a rák energia fog nyilván felerősödni. A Mars a Kosban kezd, és június 9-én megy át a bikába, ez is egy érdekes és nagy energetikai váltás viszonylag. Illetve ami még érdekes ebben a hónapban, hogy a Szaturnusz az utolsó héten lelassul, megáll, és akkor azt hiszem, hogy az utolsó nap fog retrográdba fordulni. Tehát már a júliusi hónap az már retrográd Szaturnusszal megy, és a Neptun ugyanígy az utolsó napokban le fog lassulni, és akkor a következő hónap eleje lesz, amikor retrográdba megy. Tehát ez a lényeg, hogy vissza fog már fordulni, hogy retrográdba fog fordulni a Szaturnusz is, meg a Neptun is. Nagyjából ez a nagyobb technikai rész, és akkor most kimondtam a dolgokat. Tehát ugye a nap az, hogyha az ikrekben jár, és június 21-ig ott is lesz, akkor ugye ez még mindig kedvez majd gyakorlatilag június nagy részében a társasági életnek, kommunikációnak, vidámságnak, mindenfajta interakciónak. Ugye tehát egy picit ugye nyár elején lazább vagy lazítósabb, és majd amikor átmegy 21-e után ugye a rákba, akkor pont azon gondolkoztam valamelyik nap, hogy milyen érdekes, hogy a turizmusban is van ez a főszezon, nem? Tehát van ez a főszezon, amikor a családi nyaralások vannak, és az általában ugye június vége, júliustól augusztus közepéig. Tehát tulajdonképpen nagyon nagy részt, amikor a nap a rákban tartózkodik, abban az időszakban van a főszezon turisztikailag is, és ugye mert a családi nyaralások akkor vannak. Akkor fogjuk meg a, mit tudom, kisgyerekeket, meg mindenkit, és megyünk, nem tudom, homokozni a Horvát-tengerpartra, tehát hogy igazából ugye az fog felerősödni már a vége felé, amikor a nap a rákba kerül, hogy a családi dolgok, családi dinamika lesz fontosabb. Nyilván ez is logikusan, hogy a vége az iskolának, akkor a gyerekeket el kell helyezni, nagyszülő ide-oda, ki vigyáz rá, hogy vigyáz rá, milyen ügyelet, stb. De ez így minden évben tényleg így van, úgyhogy nekem ez egy ilyen nagy felfedezés volt, ez megtetszett. Na, a Merkur az a bikában kezd, és június 3-án átmegy az ikrekbe, tehát nagyjából végig ugye az ikrekben lesz, amit meg szeretünk, mert a kommunikáció bolygója az ikrekben, ugye az azt jelenti, hogy a bikában egy picit lassabb volt, makacsabbak voltunk, kicsit néha nehezebben fogtuk az adást, nem akartuk annyira a változásokat, a kommunikáció lehetett olyan, hogy ez a csak mert ezt mondtam, vagy csak azért is, és ugye befeszültünk. Az ikrekben meg sokkal lágyabb a kommunikáció, sokkal inkább van egy interakció oda-vissza, sokkal inkább ki tudjuk fejezni magunkat, megértjük, amit a másik mond, tehát hogy igazából egy könnyedebb kapcsolódást hoz a hónap során. Ezt szeretjük. A Mars az ugye a Kosban indul, azt mondtam, és június 9-én megy át a bikába. Ugye a Kosmars az mindig arról szól, hogy erőből megyek, belekezdek valamibe, de nem biztos, hogy mondjuk kitartóan viszem. A bikamars, amiben ugye a júniusi energiák nagy része fog folyni, az meg sokkal lehet, hogy lassabb, lehet, hogy nem olyan kezdeményező, viszont kitartó. Tehát ott makacsan tud ragaszkodni ahhoz, vagy tudja vinni azokat a dolgokat. Tehát, hogyha elhatároz, van célunk, akkor lehet, hogy azt éreztük, hogy májusban így a lelkesedés, meg a lendületvíz, de a júniusban, amikor a Mars a bikában van, akkor meg lesz a megfelelő kitartás is, és kicsit lehet, hogy lassabb lesz az ütem, nem kapkodjuk el, jó, megfontoljuk, kétszer is meggondoljuk, de mégis van egyfajta kitartás nyilván. És a Kosban pedig ugye inkább A Kosmars az egy kicsit türelmetlenebb volt, kezdeményezőbb volt, lehet, hogy egy kicsit karcosabb volt. A Bika, hát most nem azt mondom, hogy a Bika annyira megértő, mert a Bika sem a megértésről híres, mert ugye a makacságról híres, hogy úgy vannak a dolgok, ahogy én akarom, de a Bika Marsban mindig van egy kiszámíthatóbb dolog. Tehát, hogy olyan dolgok felé megyünk, vagy olyan dolgokat cselekszünk, ami kiszámítható, vagy mondjuk a jövő érdekében van, vagy megfontoltuk, akkor a praktikus dolgok előtérbe kerülnek például, úgyhogy szerintem ilyen szempontból ez nem annyira rossz, ez az erős. Van egy kis ikrek, van egy kis bika, aztán jön egy kis rák, tehát nem olyan rossz időszak ez. Eddig minden sima. Eddig sima. Tehát az, hogy elmondom általában, és akkor egy kicsit kibontjuk, hogy mi az, ami nem annyira sima. Akkor ugye Szaturnusz retrográdban még érdemes ugye tudni, hogy nagyjából nyáron mindig minden retrográdban szokott fordulni, tehát a nagyobb bolygók ugye előbb-utóbb a Szaturnusz is, a Plutó is, a Neptun is, az Uránusz is retrográdban, és ezért szoktuk, hogy nyáron ez a pihenés, mert a látszólagosan egy bolygó visszafele megy, akkor mindig befelé történnek jobban a dolgok, tehát nem kifelé a külvilág felé, hanem befelé, mindig van egy ilyen számvetésszerű valami, és hogy amikor a Szaturnusz megy retrográdba, igazából ez innentől kezdve november 20-ig, november 20-a körül fog direktbe fordulni, ami egyébként azért érdekes így előre, nem szoktam nagyon előre nézni, de ugye a Plutó, tehát a Plutó végleg átlép a vízöntőbe november 20, és a Szaturnusz pedig a mostani előrelépését, vagy előreindulását ugyanakkor tervezi. November 20. Ja, most utolsó napok, azt hiszem, valahogy igen. Tehát a teljes július, augusztus, szeptember, október, igen, így van. Tehát elég hosszú. Tehát, hogy most gyakorlatilag az van, hogy még egy picit visszafejtjük azt, hogy a Szaturnusznak mi a témája, a felelősségvállalás, hogy hol és miben vállalunk felelősséget, valamilyen formában a terhek is, ugye a lépésről lépésre haladás, a megfontoltság, és valami olyasmi, amit ilyenkor érdemes nézni, vagy érdemes áttekinteni, hogy az elmúlt időszakban, mondjuk tavaly ősz óta, mik azok a dolgok, amikben kellett nekünk felelősséget vállalni, amiben mondjuk szükség volt a kitartásunkra, tehát mindenféle szaturnuszi téma, és hogy hova jutottunk mondjuk ősztől idáig, ezeket egy picit úgy átengedjük magunkon, hogy majd, amikor novemberben megint előre indulok, egy új szakasz, és egy új időszak, vagy új időszak elé mehessünk mondjuk ilyen szempontból. Tehát egyébként érdekes témák, vagy ide tartozik még egyébként a Szaturnusz téma, ez a határok is, tehát hogy a határhúzás, hogy meg tudtam-e mondjuk húzni a határaimat, mert minden olyan dolog, ami lassú építkezésről szól, amikor nem kapkodok, hanem szépen lassan, mondjuk a határaimat meghúzva, vagy megtartva, mit tudtam felépíteni tavaly ősztől, mondjuk idáig, és akkor ilyenkor, mikor befelé megy az energia, tehát ugye retrográd, akkor pedig végig tudom gondolni, hogy mi volt ebből jó, mi volt ebből rossz, hogy mit kéne máshogy csinálnom, mit tanultam meg belőle, stb. És akkor utána az új tapasztalatokkal nyitok egy másik irányt. És ugyanígy a retrográd Neptunnál, ott pedig, tehát a Neptun az eleve nem arról híres, hogy olyan jól látjuk a valóságot tőle, mert ugye minden, ami illúzió, minden, ami ábrándozás, minden, ami lélek, minden, ami addikció, szóval sok minden tartozik ide, azt mondja, mind Neptun. És ilyenkor, amikor retrográd, akkor kevésbé látjuk a valóságot. Tehát ilyenkor szintén arra sarka, hogy befelé figyeljünk a saját érzéseink, saját illúzióink, saját álmaink világába, saját addikciónk világába. Tehát ezeket a dolgokat vizsgáljuk felül, spiritualitás, megérzések, hogy nem a külvilágban kell keresni, mert ott nem igazán látunk tisztán, hanem befelé kell ezekkel a témákkal menni. Itt a Neptunról is. És akkor, ha most így szétszedjük akkor ezt a zseniális hónapot, mert én elég meglepődtem, megmondom ezt, hogy a kínait csináltam meg, mindig ugye megszoktam ide kettőt, nagyjából egy-két nap különbséggel, és a kínait csináltam meg, és ott is azt néztem, hogy úristen, hogy gyakorlatilag ugye a hónapnak az állata, meg az eleme, hogy így szinte mindenre reagál, milyen szövevényes és érdekes hónap lesz. Hát aztán megcsináltam a nyugat, itt szövevényes és érdekes szó se róla. Tehát a júniusnak az első hete, az viszonylag nyugodtan telik, akkor amit fölírtam magamnak, hogy lesz az első héten egy Jupiter-Merkur együttállás Plutó trigonban, ami azt jelenti, hogy igazából ez egy tök kedvező időszak, és a Vénusz és a nap együtt fog állni, ugye a nap az mindig a tudatos én, a Vénusz az érzelmek, tehát egyfajta rálátás mondjuk az érzelmeinkre, és akkor ugye az, hogy a Merkur meg a Plutó fényszögben van, illetve a Jupiter meg a Plutó fényszögben van, ez mindig ad egy kis plusz erőt, plusz energiát, plusz dinamizmust, jó időszak, optimistábbak vagyunk, kommunikáció, különböző terveknek a kialakítása, átgondolni a dolgokat. Tehát ez egy nagyon jó dinamika, ez az első hét, nem is ragoznám ezt egyébként így nagyon tovább. Nagyon oké. És akkor ami az érdekesebb lesz itt, milyen az elme, mire koncentrál a nehezebb dolgokra nyilván. Ne is ragozzuk a jót, azt mindenki érti, hogy jó. És úgy írtam, hogy június 6 héttől nagyjából június 13-ig, tehát két hatás fog egymás mellett menni, az egyik az június 6 héttől 13-ig, a másik meg körülbelül 9-től 15-ig. Okay. Tehát akkor tágan véve mondjuk június 6-tól június 15-ig, két hatás érvényesül viszonylag erősen. Először az, hogy ugye mondtam az előbb, hogy van egy nap és Vénusz együttállás, ez kerül egy nehéz fényszög kapcsolatba, egy kvadrát kapcsolatba a Szaturnusszal, és utána pedig a Merkur is. Tehát gyakorlatilag a Szaturnusz kapcsolatba kerül a nappal, a Vénusszal és a Merkurral, itt szépen sorjában, egy kvadrát kapcsolatban, egy kicsit feszítő kapcsolat, és hogy mit is csinál ez a dolog. Ugye most azt mondom, hogy először mondjuk a Vénusszal kerül kapcsolatba, az érzelmekkel. Ugye a Szaturnusz, ahogy mindig szoktuk mondani, a szigorú őr, a felelősségvállalás, hogy nem egy érzelmes valaki. Nem. És amikor a Szaturnusz a Vénusszal kapcsolatba kerül, akkor az érzelmeink is egy picit lefagynak, egy picit megfagynak, egy picit, hát hogy mondjam, nem látjuk annyira optimistán a világot, hanem ilyen érzelmi rigiditás lesz egy picit az emberen órán. Most ugye ez nyilván attól függ, hogy kinek mi van, aki a külvilágból érzi ezt, hogy mondjuk hidegség jön felé érzelmileg, nem értik őt eléggé meg érzelmileg, vagy ő maga lesz ennek hatására, vagy bármiért zárkozottabb érzelmek. Tehát ilyenkor nem tudnak az érzelmek annyira jól áramolni, nem tudjuk jól fogadni, nem tudjuk jól kiadni. Tehát ugye ezzel mindig van egy ilyen kis feszültség. Ugye a Szaturnusz görcsöt is jelent, tehát érzelmi görcsök, megakadások. Ilyenkor sokkal negatívabban tudjuk látni, és ez azért fontos, mert ugye a bolygók nem hajlamosítanak, ugye mutatnak bizonyos dolgokat, és ott jön be az, hogyha mondjuk én ránézek a naptárra, és azt mondom, hogy nem tudom, június 8-a van, és pont a hócipőm tele van a családommal, a házasságommal, és mindenkiben csalódtam, akkor azért gondoljam végig, hogy most azért nem biztos, hogy szeretném, hogy a Szaturnusz meg a Vénusz rángasson. Tehát akkor én azt szoktam magamnak, hogy oké, akkor most ezt így engedjük el, és akkor egy hét múlva megnézzük, hogy ugyanezt gondolom-e. Mert akkor így egy picit fölül lehet írni ezeket a dolgokat, tehát nem kötelező megélni azt, hogy ja, hát én az asztrológus azt mondta, hogy ezen a héten nem tudom, a Vénusz meg a Szaturnusz, akkor ki is dobom a férjem, mert most már unom, tehát hogy azért nem így. Na mindegy, a summa summarum ez egy picit egy nehezítő tényező lesz, tehát nem fogunk tök jól áramolni, és ugye először a Vénusz, mint az érzelmeink, aztán a nap, ugye ez a teljes tudatos énünk, amikor a nap meg a Szaturnusz így fényszög kapcsolatba kerül egymással, akkor sokszor van az, hogy egy picit olyan fizikailag is nehezebbnek érezzük magunkat. A nap az életerő is. Amikor arra, hogy ráül a Szaturnusz, hát hogy mondjam, szóval, hogy nem akkor futom a maratont. Tehát ilyenkor érezhet az ember egy fáradékonyságot, egy picit ilyen fásultságot, és ha belegondolunk, az is elég, hogyha mondjuk fáradékony vagyok, fásult, úgy érzelmileg is, hogy elegem van, jobban fogom mondjuk, hogy mi van körülöttem, ez nem biztos, hogy akkor a boldogsággal tölt el. És a Merkur, az pedig ugye a kommunikáció, az lesz a harmadik pillér, és a kommunikáció, és akkor túl tudok agyalni dolgokat, tehát olyan koncepciókat tudok gyártani a fejemben, ami lehet, hogy sose született meg. És hogy miért érdekes erről beszélni, mert mindig szokták mondani, én nem szeretem egyébként a negatív előrejelzéseket, meg a negatív dolgokat. Inkább azt a részét szeretném hangsúlyozni, hogy nem biztos, hogy mindenkinek az életében effektív történik valami olyan helyzet, amire így kell reagálni, hanem sokkal inkább figyeljük meg azt, hogy van egy kollektív energia. És szerintem nagyon sokan egyre érzékenyebbek erre a kollektív energiára, és nagyon sokszor olyan érzéseket élünk meg, vagy olyan frusztrációkat, ami nem is hozzánk tartozik igazából, mert egyszerűen fölkelünk, ugye minden energia, fölkelünk, és lecsekkoljuk azt, és érezzük ezt a nyomást, vagy ezt a nem túl kellemes érzést, és akkor van az, hogy hú, olyan rossz kedvem van, de nem is tudom, hogy miért, olyan nyomott vagyok, de nem is tudom miért, ember tudnék ölni, de nincs is rá okom. És ugye akkor nagyon sokat szűrünk le a kollektív energiába, és ez viszont elkerülhetetlen. És ugye tudod, hogy nem szeretek politizálni, de nem tudtam nem észrevenni azt a nagyon érdekes egybeesést, hogy azt hiszem június 8-án lesznek ezek a valami választások, ilyen parlamenti, vagy mit tudom, nem is tudom pontosan, mindegy. Június 8-án lesznek valami választások, és én mondtam, hogy június 6-7-től erős ez az energia, és felírtam magamnak, hogy pont június 8-án lesz a Szaturnusz nap exakt, és a Szaturnusz Vénusz, tehát hogy az egy picit ilyen, hát ott is lehet egy csalódás, hogy most a magyar kollektívet mondom, tehát hogy kinek mi a csalódás, kinek mi nem a csalódás, és hogy azért akartam ezt így fölhozni, mert mondom, nem biztos, hogy mindig, nyilván van egy személyes érintettség, de lehet, hogy ez egy hangulati, vagy valami nyomott dolog, vagy megnéztem két híradót, nem biztos, hogy az én életemben kell valaminek történnie. És azért hoztam ezt föl, mert június 9-től 15-ig ez a másik nehéz állás, ez bizony viszont egy Plutó-Mars kvadrát, ami hát nem nagyon szeretjük. Tehát a Plutó-Mars? Plutó-Mars, a Mars az ugye az a 9-e vasárnap szerintem akkor lesznek a választások. Igen, nem 8-án? Csak azért gondolom, mert hogy 1-e az szombat, akkor 8. a szombat, és akkor 9. a vasárnap. Na, mindegy, fogalmam. Ez valamikor akkor. Exakt, mert akkor a 9-től induló Mars-Plutó kvadrát, tehát, az hajszál pontosan. Tehát összefügg, tehát most nem tudom, annak nem tudom megmondani, hogy 9-től 15-ig van, de hogy melyik az exaktja, szerintem akkor nem a 9. az exaktja, de akkor, mindegy is. Akkor csak az oldal. De maga az, hogy az egészben benne vagyunk, tehát ebben a Szaturnusz nehéz fényszögben a nappal, a Vénusszal, a Merkurral, és közben egy Mars-Plutó kvadrát, ami ugye, tehát a Mars is, ugye a Plutó az a Mars felsőbb oktávja, ide tartozik az erőszak, az erőszakosság, de ide tartozik nyilván a dinamika, a tett, a cselekedetek, amit el akarunk érni. Tehát egy nagyon jó forgatókönyvvel azt mondhatnám, hogy egy Mars-Plutó kvadráttal valaki baromi ambiciózus, de mondjuk nem biztos, hogy elegánsan. Tehát egy kvadrátos, az egy feszítő ambíció. Ez egy olyan ambíció, hogy el akarom érni azt, amit én kitűztem, és mindegy, hogy hány fej hullik. Tehát ez a típusú ambíció. Tehát nem az, amikor áramoltatom az energiáimat, megyek, és akkor majd észrevesznek, hogy feltűnök, hanem az az ambíció, hogy bármin átmegyek, hogy a végcélhoz odaérjek. Ez nem egy kellemes ambíció, és ezért társítják sokszor hatalmi harcokkal, erőszakkal, erőszakossággal, és ezért leszek arra kíváncsi, mert nem szeretek ilyen nagyon izéket, de hogy biztos, hogy lesz feszültség a társadalomban, az tuti. Most ugye nem értek a politikát, azon nem is érdekel ennyire, de hogy a feszültség nyilván abból adódik, hogy lesz valami választás, és akkor itt, mit tudom én, vannak régi rendszerek, új rendszerek, ilyen párt, ellenzék, nem tudom, mindenkinek nyilván megvan a jól kialakult véleménye, el tudom képzelni, hogy most bármerre dől, mert azt el nem tudom képzelni, hogy merre, nem is érdekel igazán, de érdekel, ez hülyeség, hogy nem érdekel, ebből a szemszögből nem érdekel. De hogy azt gondolom, hogy akkor nyilván van egy pontozás, meg egy ellenpontozás, és akkor lehet például abból feszültség, hogy az egyik rész nem akarja elfogadni a másik részt, és azt mondja, hogy csalás történt, mit tudom én, nem így kellett volna lenni, mindig vannak ezek a választási csalás, meg minden ilyenek. Szóval érdekes lesz, hogy ott föl fog bolydulni szerintem a... Egy biztos, hogy a te eddigi okvetésedből azt, meg nem csak a maiból, hanem a korábbiakból is azt szűrtem le, és azt jegyeztem meg, hogy általában, ahol a Plutó megjelenik, ott eleve nagy léptékű, ha ugyan nem világméretű, de legalábbis Európa méretű, Európában. Szélsőségek szoktak, igen. Tehát gyakorlatilag egy hatalmas horderejű és hosszú távon is egy gyökeres átalakulásra lehet számítani. Hát Marssal általában igen, emlékszem, hogy többször volt Mars-Plutó kvadrát, amikor például a Covid-nak az első felvonása volt, ez a 20-as évnek a tavasza, azt hiszem ott talán többször is előfordult, és ott is ilyen érdekes dolgok kerekedtek itt, hogy szerintem biztos, hogy lesz, de ugyanakkor én mindig a másik oldalról is szoktam nézni, hogy ha már vannak ilyen feszültséget hordozó, vagy nehezebb fényszögek mondjuk egy időintervallumban, akkor viszont tök jó, ha tudjuk azt, hogy viszont van mondjuk Magyarországon valami, ami ezt mondjuk ki is válthatja. Tehát én nyugodtabb vagyok attól, hogy mondjuk mit tudom én, lesz egy ilyen választás, és akár ez nyilván az egyik oldalról elfogadást, a másik oldalról fölbojdulást okozhat, illetve hát ugye az egyik rész fog örülni annak, ami eldől, a másik rész nem fog örülni, de nyilván ők egymással vitatkozni fognak. És akkor legalább tudom hova tenni, hogy oké, tehát pont abban az időszakban lesz egy nehezebb állás, amikor ez kvázi egy ország életében törvényszerű, akkor én ettől egy picit megnyugszom. Én rosszabbul érezném magam, ha azt látnám, hogy ilyen-olyan felbojdulás lehet, vagy esetleg nem tudom, társadalmi elégedetlenség, vagy az emberek jobban kifejezik az akaratukat, vagy nem akaratukat, de látszólag ennek mondjuk most semmi oka nincs még, de mondjuk így lesz 3 hét múlva. Az nekem ijesztőbb, mert akkor ilyenkor szokták mondani, hogy úristen, kitör a nem tudom, 3. világháború, meg a nem tudom. Nyilván világviszonylatban is hatnak ezek a fényszögek, meg ezek a bolygóállások. Tehát én nem gondolom azt, hogy a június lesz a legdiplomáciára alkalmasabb hónap. Tehát, hogy biztos, hogy a világ sok területéről fogjuk azt hallani, hogy ilyen-olyan feszültségek keletkeznek, politikai, gazdasági károk, mit tudom én. Ja igen, a Vénusz-Szaturnusz, azt még akartam ezt is mondani, hogy ugye a Vénusz az anyagiak is, tehát azt ne nagyon felejtsük el, tehát nem csak az érzelmek, az anyagiak is. Szaturnusszal ilyen fajta fényszögben az is egy picit le tud fagyni, vagy meg tud fagyni. Tehát ilyenkor szerintem fontos az, hogy mondjuk júniusban próbáljuk meg úgy beosztani a pénzünket, hogy mondjuk ne akkor akarjuk a legnagyobb költéseket csinálni, hanem nézzük meg azt, hogy tényleg hova mennyit rakunk, vagy mennyit nem, hogy ne érjen minket váratlanul, hogy egyszer csak nincs a számlánkon pénz. Tehát, hogy egy picit erre is lehet tudatosan figyelni, hogy ez nem a nagy költéseknek az időszak, hanem sokkal inkább az, hogy próbáljuk megtartani a dolgokat, próbáljuk bent tartani, mert nem biztos, hogy úgy fog tudni áramolni, ahogy. Tehát igazából nem rossz vagy jó, érdekes szakasz, én mondjuk nem, igen, tehát hogy érdekesnek tartom. Nem azt mondom, hogy ez a legjobb hónap, de minden esetre tanulságos lesz, az biztos. Viszont, ugye ahogy mondtam, hogy az első hét az tök jó, Igazából június utolsó hete is teljesen jó. Tehát oda ennyit írtam föl magamnak, és már semmi extra, tehát ennek örülünk. És azt gondolom, hogy 2,5 hetet meg vagy így, vagy úgy ki lehet húzni nyilván. Tehát azt gondolom, hogy egyéni sorsokba az a feladat, hogy ne hagyjuk, hogy rángasson minket semmi. Tehát, hogyha rossz híreket hallunk, ne stresszeljünk be, nem tudom, ne akarjunk meghalni azért, mert nem tudom, Amerikában, mit tudom én, egy kamion összeütközött, mit tudom én, mivel. Tehát, hogy ne engedjük be annyira a híreket, meg annyira a dolgokat, hanem próbáljunk a saját dolgainkkal foglalkozni, és akkor szépen lassan ezek le fognak menni. És a hó vége meg már jó lesz. Szerintem. Izgalmas lesz. Ahogy elmondtad, ez alapján, illetve nagyon fordulatokban gazdag, mint egy jó regény. Abszolút, igen. Jó, hát ez viszont a mi életünk filmje, úgyhogy itt figyelni kell majd erre azért, hogy milyen szereplők vagyunk abban. Ugye? Na jó, köszönöm szépen, hogy elmondtad. Ezek tükrében, fényében kíváncsian várom majd a kínai asztrológiai elemzést, ugyanerre az időszakra vonatkozva, egy többé-kevésbé van átfedés nyilván, és titeket is buzdítanálak arra, hogy látogassátok majd meg a liszkayjudit.hu oldalt, illetve kövessetek bennünket a különböző platformjainkon, közösségi oldalainkon, weboldalainkon keresztül, hiszen Jutus is minden nap megosztja az asztrológiai, kínai asztrológiai előrejelzéseit, amit ugye megtaláltok a weboldalán, jól mondom. Igen. Nem weboldalt akartam, a Facebook oldalt, elnézést kérek. Igen, rengeteg van, tehát igaziból, ha valaki egy keresve beírja azt, hogy Liszkay Judit, akkor most mindenhol első helyen fog téged feldobni. Feltételezem, nem szoktam beírni, de feltételezem, mert hogy most már gyakorlatilag szerintem az elmúlt évben biztos, hogy beuraltad az ezotérikus asztrológiai médiát, legalábbis egészen biztos, ha van ilyen asztrológiai. De én azt gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség van, és tök jó, hogy elmondtad józanul, objektíven, hogy mire lehet számítani, és akkor mindenki azt csipegeti ki belőle, amit szeretne. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmeteket, tartsatok legközelebb is, és nézzétek meg ennek a műsornak a párját, amit hamarosan most el fogunk venni. Köszönjük a figyelmeteket, boldog napot! Sziasztok!